A megalapozott gyanú szerint a 27 éves nő többször kért segítséget egy nyugdíjas tiszapispöki férfitól, aki kisebb összegekkel segített is a nőnek. Megjelent a sértett házánál és buszra kért pénzt. A férfi adott 1200 forintot a nőnek, aki azonban 30 perc elteltével visszament és újból pénzt kért. Mivel akkor már nem kapott, egyre agresszívebben követelt, majd hirtelen felkapta az asztaló lévő irattárcát, melyben 80 ezer forint volt és menekülni próbált, de az idős férfi is megragadta a tárcát. A húzavona végén a férfi elesett, a nő pedig elfutott, még a kerékpárját is hátrahagyta. A feltételezett elkövető felkutatásában szolgálaton kívüli rendőrök is részt vettek, és információik alapján az egyenruhások török Miklós külterületén megállítottak egy autót, melynek hátsó ülés alatt megbújva fogták el a keresetnőt, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. A nyomozók rablás büntet megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.